az Orbán és a Gyurcsány kormány abortusz politikája között sajnos lényegében nincs különbség, ugyanaz a szabályozás, és sajnos hazugság az alaptörvényünkben, hogy a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg. Erre az álszent tarthatatlan helyzetre a kormányzati óriásplakátok kiegészítésével is rávilágít. Szerte az országban a Mi Hazánk mozgalom, a polgári engedetlenségi mozgalmunk keretében vállalva tetteink következményét, bár nem rongálunk, csak tájékoztatunk például a lapító KDNP-s képviselők, az asszisztáló megélhetési politikusok helyett, akik különösen szégyeljék magukat. Szívügyünk a Dúró Dóra által benyújtott szívhangtörvény, az abortusz előtt a gyermek szívhangjának meghallgattatása, tájékoztatásul a döntés súlyára vonatkozóan. Ennek bevezetésével esélyt adnánk a magzati életkorú gyermekeknek, hogy legalább az utolsó szó jogán életükben egyszer kommunikálni tudjanak saját édesanyjukkal. Tehát a Mi Hazánk javaslata nem szigorítást, pusztán tájékoztatást jelent. Mégis leszavazták. De nem adjuk fel, hiszen az abortusz a vezető halálok, sőt, az abortuszok száma nagyobb, mint a 10 vezető haláloké összesen együttvéve. Az abortusz a családon belüli erőszak legelterjedtebb és legbrutálisabb formája, mely a legártatlanabb és a legvédtelenebb emberek, azaz a magzatok ellen irányul. Pedig a gyermeket nem kötelező felnevelni, örökbe is lehet adni, sokan várnak rá. Az életünk ugyanis a fogantatás pillanatában kezdődik, és egyenérdékű bárki máséval. Védjük meg a magzat gyermekeket, minden emberi életet. Segítsünk az édesanyáknak, hogy a terhesnek tűnő állapotból várandóssá legyenek. Ha egy baktérium életnek minősül a Marson, akkor egy szívverés miért nem minősül életnek a Földön? Teszi fel a kérdést a Mi Hazánk mozgalom. Az alaptörvény szép szavaival szemben valójában bemondásra végzik az abortuszokat, indokolás nélkül kérhető, és a helyzet vizsgálata nélkül el is végzik azt állami támogatással. Sokan tévesen egyfajta fogamzás gátlóként alkalmazzák az abortusz, vagy egy fogászati beavatkozás szintjén kezelik ezt a súlyos döntést. Még az édesanya sem kap tájékoztatást döntése súlyáról, következményeiről. Ezért van szükség a szívhang törvényre, mely nem szigorítást, hanem tájékoztatást jelent. Sajnos a Mi Hazánkénk kívül már egyetlen párt programjában sem szerepel a magzatvédelem és a terhes nők megsegítésének ügye, hogy a kezdetben lehetetlennek tűnő szülői szerepet minél többen érezhessék vonzóan várandó, sőt áldott állapotnak. A szívhang törvény utolsó országgyűlési képviselői indítványom volt 2016-ban a lemondásom előtt, és Dúró Dóra ebben a ciklusban is benyújtotta, de leszavazták. Mégsem adjuk fel. Most a figyelemfelhívó kampányt a kormányzati óriásplakátok kiegészítésével folytatjuk országszerte. Természetesen felmerült, hogy ennek a meghökkentő kijelentésnek a végére inkább kérdőjelet tegyünk, de sajnos a kormányzat a hatályos szabályozással egyértelmű választ adott erre. A magzati életek nem számítanak. Ez, hogyha megkökkentőbb is, talán elgondolkoztatóbb is. Bízunk benne, hogy ez talán változtat is ezen a tarthatatlan helyzeten.